Szép jó estét kívánok mindenkinek! Varga Bálint vagyok. Október 28, és most egyszer 18 óra 32 perc van. Remélem, hogy hallatszik, van-e hangom, kérek egy visszajelzést. Azt mondják, hogy igen. Köszönöm szépen. Mindenkit üdvözöllök Eszékről, Horvátországból. A pénteki webkonfi lemaradt, uton voltam, nem tudtam megtartani, ezért mivel mi hétfőn tartsuk a horvát konferenciát 8 órakor, volt egy szabad hely, és kihasználtuk, hogy elmondjuk a híreket, mi, mi történik a Skyway-ba. Remélem, hogy Mindenkit érdekel. Azt is gondolom, hogy itt mindenki már tag. Ha van valaki, aki nem tag, az jelezzen. Aki még új, esetleg, aki nem hallotta ezt a prezentációt, vagy nem hallotta ilyen webkonferenciát. Mindenki? Oké, okay, rendben van. Rövidesen, Elmondom, hogy mi ez a projekt, mert lehet, hogy majd napokban YouTube-on fent lesz, és akkor használni fogják ezt a konferenciát. Én olyan három és fél éve vagyok a Skyway-ba, eleinte mint befektető, később, mikor láttam, hogy ez egy komoly üzlet, elmentem Berlinbe a Inotrans kiállításra, akkor láttam, hogy ezek valódi járművek, valódi cég, valódi emberek vezetik, és akkor utána elkezdtük építeni az üzletet is, ajáltuk barátoknak, rokonoknak, úgyhogy később átvettem a vezetést a Horvátország, Szerbia, Macedónia, Szlovénia, ezek a volt Jugoszlávia országokba, úgyhogy sokat dolgoztunk az idén is, most már itt van, közeledik a november, és e, e, rengeteg e, országba, rengeteg városba tartottunk e, e, előadásokat, még egész a görög határon is e, szoktam tartani, Ohriden, ez egy nagyon szép e, e, tó, e, meg egy város, és ott is a e, kormány, e, a polgármesterrel, mikor beszéltünk meg, megszervezték, hogy tartsak előadást, akkor is a Macedon partnereimmel ott tartottunk, és ők is akarnak ilyent építeni, úgyhogy nagyon nagy az érdeklődés, mindenkinek tetszik ez a, ez a stílus is, ilyenfajta környezetbarát, és ami legfontosabb, legbiztosabb, van lehet utazni ilyen jár, jár, művekbe. Az a lényeg, hogy kiküszöböli a nagy dugót a városokba, 6,5 métertől magasabb, attól függ, hogy mennyi kell, építik ezt a pályákat, és ahogy most a Junicki mondta, Dubajban van még nap, hogy minden két másodpercben tudják a járműveket engedni, hogy 50 ezer utas is egy órába tudjon közlekedni. Úgyhogy nagyon érdekes lesz majd meglátni ezt tett élőbe, és mi erre tervezünk egy hajóutazást. Ez úgy néz ki, hogy november 11-én jövőre, tudjátok már sokan, hogy az idén terveztük, de mivel az idén nagyon kevesebbet látnánk meg, mint tavaly, mint jövőre, azért eldöntöttük, hogy október környékén fel kell, hogy épüljön a Dubai Skypod 15 km-pálya és az a városban van, erről majd később mondok. És lesz a Dubai Expo, ami október 7-én kezdődik, és 6 hónapig fog tartani, 25 millió ember fogja meglátogatni. Akkor így döntöttük, hogy Budapestről, Belgrád, Zágrából repülővel elutazunk Dubajba. Ott leszünk két nap, és a <tosz> Dubajba mindent meglátogatunk. Elmegyünk a Sárgyába, amit most láttátok tegnap előtt, ki lett nyitva, elindultak a teszt vezetések, erről is majd mondunk. Ma, és elmegyünk a Skypodra, elmegyünk a Dubai Mallba, a legnagyobb bevásárlóközpont a világon, ott van a Burj Khalifa, aki akar, fel tud menni. 828 méter magas, legmagasabb épület a világon, és egy másik nap meg elmegyünk a Dubai Expora. Az a legnagyobb kiállítás, ahol a Skyway és ott lesz egy VIP helyen. Minden technológiát, minden járműveket bemutatnak, és úgy döntöttük, hogy akkor, ez a nyolc nap, kettő nap Dubáiba, sokkal jobban érdemes a lepsz, meg érdekesebb számunkra. A repülő és a hajóutazás, ami Dubajtól indul, Oman országba, Muszkatra, utána egy hajóutazás, egy nap Doha, Katar, onnan vissza Abu Dhabiba, Abu Dhabiba is két napok leszünk, és visszajövünk Dubáiba, akkor onnan repülünk vissza. Ez egy olyan körülbelül 1000 euróba fog kerülni, amit december és januárban megkapunk pontos árakat, egy utazási iroda szervezi nekünk, lesz kettő idegen vezetőnk is, aki szervezik, jönnek velünk, és segítenek mindent, ami kell. Én úgy számítok, hogy ilyen 80-100 fő lesz, szóval egy két busz lesz, meg lesz a busz a repülőtérről, ha kell, lehet, hogy egy nap a hotelba is leszünk, úgyhogy jobban ki tudjuk használni, mert ha éjjel, mit tudom én, 11 éjfélkor érünk oda, akkor ne várjunk ottan reggel, másnap, nem tudom, délelőttig a hajó kikötőbe, Úgyhogy hogy ez meg lesz minden szervezve, elmondom majd, hogyan, hogyan kell jelentkezni is, és december-januárban már tudunk jelentkezni, és meg lesz jó szervezve. Én azt hiszem, hogy ez egy szuper <kül> utazás lesz. Nem tudom, a hajót nem raktam be, mindjárt megmutattam ezt a hajót is. <kül> a Costa Diadema hajóval fogunk utazni. Én egy ilyen hasonló, ugyanilyen csak Costa Fasinoza hajón utaztam 2016-ba, 5 és fél ezer ember fér rá, és azt hiszem olyan 2000 dolgozó van a hajón. Kilenc étterem, jacuzzi, medencék, fitness, wellness, úgyhogy mindent lehet igénybe venni. A többi városokat mindenki saját, ahogy, ahogy tetszik neki, úgy fog menni a többi városokba, de a azt megszervezzük, hogy meg, meg, megnézzük a, mind a három legfontosabb dolgot, amiért megyünk a Expo a Skypod és a Sárgya. Lehet, hogy majd a Skyway Capital is szervez valamilyen nyeremény játékokat, de az másik dátum lesz, nem lesz ez, a, amit mi szervezünk. Mi csak megszervezzük a Skyway-jal, hogy a Sharja-ba várjanak meg, úgyhogy ottan is tudjunk hogy befogadjanak, hogy tudjunk ráülni ezekre a unikárokra, és menni egy-két kört. Ahogy tudom, majd pontosan a zárat, mindennek a belépőt azt tudom, hogy 120 dirham, az 60 dollár, az expora, a sárgyába nem kell fizetni belépőt, Dubai Molba se kell, a Burj khalifa 50 euró, azt a nem szervezzük, azt, aki akar, megy saját maga, de a buszokat, hotelt, a utazást, ezt, ezt mindent megszervezzük, úgyhogy csoportosra fogunk utazni. Valószínűleg nekem is legközelebb Budapest, úgyhogy én is azt hiszem, hogy Budapestről fogok majd utazni. Ezt mindenki látta, ezt ma később beszélünk. A Junicki úr a szombaton bemutatták a tesztpályát, és a Seik, ez a legfelsőbb tanácstagja és Sárgya uralkodója, aki meglátogatta és letesztelte saját szemmivel a a, a, sárgyai e, tesztpályánkat. E, mindenki tudja a Junicki úrt, a, ő találta fel ezt a skyway már 40 éve gondolkodott, e, rajzolgatott, készített, és 2014-ben úgy döntött, hogy most igazán idő, legjobb idő van, elindították, elindították a finanszírozást, most már több mint ezer magas rangú mindenféle mérnök dolgozik a skyway el Úgy intították el, hogy crowd investing, most már tudjuk, hogy sok, sok több cég is így készíti a saját befektetését, úgyhogy jön az investíció, összeszedik a pénzt, és csinálnak egy projektet vele. Később egy pár év múlva, mikor elindul a projekt, eladják, ahogy indil, in, indulnak a, a eladások, úgy jön a jövedelem, és akkor visszafizeti a cég, vagy osztalaiként, vagy el lehet adni a részvényeket, ha a cég így működik. Szóval így is így készítette a Skyway is, ezt elkészítették, úgy, hogy a anyacég a GTI, be, bejön a pénz, mivel az nem foglalkozik pénzbeszerzéssel, akkor alapítottak egy Skyway Capital nevezettő céget, aki ezt elindította, vezeti a webirodát, támogat bennünket. Én ma is beszéltem a, egyik tanácsadóval, úgyhogy kaptunk pár új információkat. November 5-én lesz egy szeminárium, egy fontos konferencia, webkonferencia, ahol kapunk olyan információkat, hogy utána majd át fogjuk adni nektek. Online is, meg offline-on, ha megbeszéljük valami a városokba, mert lássuk, hogy a a projekt vége fele jár. E, igaz, hogy még két szakasz van, de én szerintem legfeljebb októberben jövőre, hogyha Jonicki úr e, aláírja ezeket a nagy szerződéseket, mert most már el van készítve a Sárgyai utak, amit még sokan nem tudnak. A, ez a seik mikor megnézte, Úgyhogy napokba írnak alá új szerződéseket a Sárgyai városba. Ezt most bejelentették, hogy hosszabb szakaszok. Azt tudjuk, hogy van egy 25 km, de azt nem tudtuk, hogy össze lesz kötve a Sárgyai repülőtérrel. Ez a fő repülőtér a Dubáiba, és a kikötővel és egész összekötik a, a sárgyai, ez az innovációs központ, erről is majd még mondok. Én azt gondolom, hogy legkésőbb, jövőre, ilyen október fele, ha alá lesznek ezek a nagy szerződések is írva, de lehet, hogy előbb is, nagyon nagy érdeklődés van a 14.-15. fázisban, úgymondva, hogy ki akarják, szedni az embereknek a kezéből, a UNICKE-nak a kezéből, át akarják venni, mert most mindenki lássa, nem csak a Emirátusban, hanem az egész világban is, hogy ez egy valódi projekt, és igen, működő, amit ideig nem hittek el a indiaiak, ausztráliaiak, mert megálltak a projektekkel, de Dubajba 25 millió belépő, bárhonnan a világról meg fogja látni ezt a projektet, és utána ez egyszerűen, ez a jövő év lesz a 2020-as, lesz egy robbanás, és utána csak az lesz a Junickinak a munkája, hogy repüljön és írja alá a szerződéseket, de legalább még még egy-két szemét kell, hogy megbízzon, hogy azok is ezt csinálják, mert szerintem nagyon gyorsan fog ez menni. Menjünk kicsit vissza az ötödik szakaszba, mikor 0,0024 dollár volt a részvény ára. Bár ez nekünk még nem részvények, még nem mondhassuk, hogy részvények. De lehet mondani, hogy részvénycsomagok, amik kimennek a tőzsdére, akkor lesznek részvények. Most, ha átmegyünk a 14. fázisba, ez most nem sokára bejelentik, lehet, hogy most 5-én ezt is bejelentik, akkor 4 dolláros cent lesz, és ez már egy emelkedés 1667 százalék. Szóval aki 5. fázisba befektetett, idáig 1667 százalékot kapott átlagba, és ez egy óriási, reális, valódi növekedés. Mert erre, erre már megvannak, a, ki vannak építve a teszpályák, Marina Gorkába, most a Sárgyába is, 14 féle jármű, 5 jármű teljesen minden certifikációval megvan, úgyhogy ez a reális ára. Ha a Uniski aláírja a nagy szerződéseket, azt a 50 milliárdot, ő ö, vissza akarják majd venni a ö, részvényeket tőlünk, és adnak egy ajánlatot, aki nem akarja kivárni a tőzsdét, lehet, hogy 5-10 centér el tudja adni, ha megvette 1 centér, az 500 vagy 1000 százalék, és a, mindenki jó fog járni. Én tudom, hogy én a részvényeimet nem adom el, ha majd kimennek a tőzsdére, akkor is várok egy 6-12 hónapot, mert én szerintem ilyen cég nem marad egy dolláron, lehet, hogy három, lehet, hogy 5 dollár lesz, és akkor akinek van százezer részvénye, eladja, nagyon jó üzletet kötött, keresett, befektetett egy-két-három ezer dollárt, várt két-három-négy évet, és megkeres egy százezret. De ha egy év múlva ránéz az árára, és 500 ezer lesz, akkor lehet, hogy sírva fakad. Ilyen részvényeket nem érdemes eladni, nagyon jó megtartani, mert fizetnek majd osztalékot. Azt most már hivatalosan bemondták, hogy 2021-re már fizetnek osztalékot. Ez azért merték mondani, mert tudják, hogy a Zidén már, meg a jövőre főleg ez a 60 milliárd elindul ez a építkezés, és abból akkor lehet fizetni osztalékot. Azt tudjuk, hogy most a Dubai Skypod elkezd épülni, mert októberben, mikor elindul az Expo, a Unitsky be akarja mutatni a kiállításon. És megmondja most, ha nem hiszitek, hogy ez működik, menjetek ki ide a központba, és üljetek be, és csináljatok egy kört. Úgyhogy mi is azt akarjuk. A certifikátot mindenki meg tudja rendelni magának, 10 dollár egy certifikát elküldik postán, de ami még fontosabb, ha bemegyünk, sajnos ez is most horvát prezentáció, majdnem minden héten. Kétszer, minden héten kétszer ö, írok bele, meg dobok ki képeket, mindig vannak változások. Egyszerűen nem tudom a magyart is, meg a horvátot is ö, állandóan változtatni. A saját befektetés és saját certifikátoknál, itt van egy pont, amit ki kell nyomtatni, ezt mindenkinek javaslom, PDF dokumentba, és ö, itt ezt tett... A Unicki aláírásával nekünk ez a legfontosabb bizonylat. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy tegye rá egy pendrive-ra, és hogy legyen legalább két helyen, mert akármi történhet a weboldallal, akármilyen hackerek megtámadják, ha nekünk ez PDF-en megvan, vagy kinyomtatva, akkor nekünk ez egy legnagyobb bizonylat, hogy megvan minden. Bár én minden üzletet, amit csinálok, mindig azt ajánlom, az embereknek fényképezzék le a webirodát, nyomtassák ki szerződés, certifikátot, úgyhogy ezt természetesen mindenkinek meg kellene csinálni. 20% a nettó jövedelemből ki lesz fizetve, mint osztalék, ezt minden évben április májusba lesz majd és azt még, hogy milyenképpen fizetik, azt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy bankszámlára, az természetesen az mindig lehet. Most, hogy lesz-e olyan, hogy beváltsuk a SkyWay tokenbe, ami jobb ötlet, mert utána azt könnyebben át tudjuk váltani akár bitcoinba vagy dollárba, forintba, azt nem tudjuk, de van még erre idő, ezt majd megszervezik. Lehet, hogy lesz többféle kép is a kifizetésre, de bankszámlára azt tudjuk, hogy az, az mindig uh, működni fog. Marad a Tokio és a Londoni tőzsde, ide terveznek majd kimenni, előbb egyikre, utána lehet, hogy másikra is kimennek, lehet, hogy a Dubai tőzsdére is kimennek, lehet, hogy az lesz az első. Uh, minden meg lehet, mert ott is nagyon jó viszonyban vannak. Ez a technológia a Orosz Federáció elismerte, mint hivatalos, hivatalos technológia, amivel lehet közlekedni. Hivatalos közlekedési technológia. Egy pár kép a Marina Gorkából, aki még nem volt ott, az idén voltunk, és nagyon jó élmény volt. Ez volt a legjobb megszervezett Eko Festival. Tudtunk látni sok újdonságokat, augusztus 17-én voltunk, 5,5 ,5 ezer ember meglátta a technológiát, és azok, akik most nagyon akartak menni Sárgyába, én azt ajánltam nekik, hogy lehet, hogy érdemesebb eljönni a Marina Gorkába, sokkal többet meg lehet látni, mint ottan bejönni egy unikárba, menni egy pár kilométert és vissza, mert itten azért sokkal többet képítettek. Ez itt már építik 4-5 éve, és ez mindig megmarad az Eco Festivalnak, Úgyhogy lehet majd mindig menni. Csoportosan, aki el szeretne menni, ilyen 15 ember, azt csak fel kell hívni, megszervezik, és akkor lesz aki fogad bennünket, és bemutassák a technológiát. Itt láttuk legelőször a Unibuszt, amit most majd tesztelnek. Láttuk, hogy már sok járműveket elküldtek Dubaiba, sárgyába. Úgyhogy ott most építik a 25 kilométert, és ott le tudják tesztelni jövőre 600 kilométer sebességig, 450 lesz az, amivel fog majd ő járni, de 500 kilométer sebességi engedélyt fognak kérni rá. Lehet tesztelni, lehetett tesztelni meg vezetni a Unimobilt is, ami a rokkantoknak lett kitalálva, egy 100% elektromos autó. Egyik barátom Szlovéniába megkapta a Schultz kulcsot, úgyhogy csinált vele egy kört. Azt mondja, hogy nagyon finoman, nagyon csendesen megy, bár lassan mentek, nem tudjuk, hogy néz ki a gyors hajtás, de úgy látszik, hogy a sorozatgyártás elindul nem sokára, néhány hónap múlva egy ciprusi cég fogja ezt intézni, de belorusz cégen keresztül. Úgyhogy adnak majd lehetőséget, a Unimobilba Mobilba is be lehet fektetni, lehet, hogy már decembertől. Mondom lehet, mert nem tőlem függ, de így tervezik. A következő befektetés lesz egy olyan lehetőség, ami a gyors vonatba azt tudjuk, hogy a Abu dhabi megkapták egy év után a építkezési engedélyt 60 km-re, és ez 1000 km-sebességre vonatkozik. Ebbe a projektbe is lehet majd befektetni a Skyway Capitalon keresztül. A vietnámi partnereink voltak legelőször a Minszki gyárba, és ottan lefényképezték ezeket a Vip unicart ami most ma van, vannak már új képeim, úgyhogy azt ott bemutatom. Itt vannak ezek a járművek, amik már, amit már mindig megcsináltak. Engem, mikor kérdezik a régi befektetők, hogy hol van a pénz, hogy mibe fektettek be, akkor ezt a képet bemutatom nekik, megmutatom a valódi képeket. És megmutatom a, a, a Marina Gorkai Parkot. Úgyhogy lehet látni, megvan a weboldalon, ki lehet nyomtatni, és az is PDF-ben van, a mennyi, milyen szakaszba, mennyi pénzt hova fektettek be. Azt tudjuk, hogy minden szakaszba 25 millió dollárt szednek össze. Ezért, ez a 50 millió megmaradó összeg nem fog hiányozni, hogyha aláírnak egy 10 vagy 50 milliárdos projektet, mert már az előlegből meg lesz annyi pénz, hogy teljesen mindennek csinálják. Nekem nagyon tetszik ezeknek a belseje. Szuper olyan modern, olyan ö, ö, jövő képet mutat benne, olyan, mint egy. Ö, űrhajóval mennénk, úgy is néz ki belőle, úgyhogy nagyon jó dizájnerek vannak, és szépen megcsináltak az egészet. Azt még nem tudta a Junicki se, hogy az ő meg a unibike -a nem fog olyan nagy sikert elérni, mint a Unicar. És a Unicar az a ö, ö, jármű, amit mindenki elfogadott, még Zágrában, amikor tartottam egy beszélgetést a Zágrábi polgármester embereinek, akkor ők is ezt mondták, hogy a Unicar ezt el tudják képzelni, hogy a repülőtérről a központba egy olyan 30 km hosszú szakaszt csináljanak, és ezt tetszett nekik is, meg a emirátusi embereknek is. Azon kívül a sárgyába elindult a UniBike, amit most sorozatgyártásba építenek a Minzbe. A Univind az még nem indult el sorozatgyártásra. Az én fiaim voltak velünk tavaly, úgyhogy beleültek, kipróbálták, nagyon tetszett nekik. Az idén meg tudtuk látni, hogy megy a Univint, azóta leggyorsabb az egész parkba, és itt a RTL megnevezettű ez a minisztérium, közlekedési minisztérium jele, és ezzel a Unicárral már mi is utaztunk, ez a kis Unicár, hat személyes. <kül> Van ez a kis Unibus, ez a kék, ami a mezőgazdaságra tervezték, és állítólag már 30 darabot megrendeltek egy ottan a Minsk környékén egy cég, ami a munkásokat fogja majd oda vinni a munkahelyre. Ilyen mocsáron, meg erdőn keresztül, ahol autókon nagyon nehéz menni nagyon sok új típusú, a Univind, és most bejelentették a sárgyába, hogy készítik majd ezt a Uni, ami 35 és 50 tonna tehert bír vinni, ami idáig nem tudták, hogy meg lehet-e csinálni, mert ez nagyon nagy teher, de úgy látszik, hogy most kezdik építeni, mert a Sárgyába még két szakaszt, még két pályát fognak építeni. Ez a Minszki sorozatgyár, amit a Nádesda Kosareva, a Junicki felesége nemrég szeptemberben megnyitott, és itt elindult most az első sorozatgyártás. Tavaly, még tavaly előtt úgy tervezték, hogy Szlovákiában lesz a második sorozatgyártás az egész európai projekte. De mivel Európában még mindig készítik az engedélyt ezekre a járművekre, meg ez egy nagyon hosszú procedúra, azért a következő sorozott gyártás az sárgyába lesz, ezt is most szombaton bejelentették, és ottan fogják készíteni, építeni, hogy mindjárt ott legyen a helyszínen. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy Emirátusban nagyon drágán lehet építeni, de ez nem igaz, mert ott is rengeteg a külföldi, és ott se nem olyan nagyok a fizetések. Vannak nagyon gazdag emberek, de vannak munkások is, akik pár száz dollárért dolgoznak, Afganisztán, India, Afrikai országokból, úgyhogy ott is elég. Olcsóban meg tudják építeni, legyártani, mint például Belorusiából elküldeni oda, mert a szállítás az sokkal drágább, mintha ottan készítik. Más, a Dubai az nagyon jó össze van kötve az egész világgal, és oda lehet szállítani, meg vannak beszerzők mindenre. Ott tudjátok, hogy mekkora épületeket építenek, és ottan van legjobb acél, legjobb minőségű, bármilyen uh, alkatrész kell, vagy uh, bármi <coughs> nyers anyag, mindent meg lehet szerezni. A uh, Unibust azt már bemutatták, uh, Berlinbe, legelőször, tavaly, uh, tavaly szeptemberbe, úgyhogy megláttuk már ott is. Most volt kettő, egyik ki volt állítva, amiben be lehet ülni, a másik meg fent volt a pályán, és ment ezt a 400 méterre, olyan 20-30 km sebességgel ment a Marina Gorkáva. Azt is sokszor már elmondtam, hogy saját GPS, kommunikáció, biztonsági rendszer, saját akkumulátorok, minden, mindennel me, megvan fel van szerelve az összes elektronikával. Nekem az megdöbbentő, hogy blockchain technológiával a sinek el vannak látva, és bármilyen törés vagy valamilyen ö, baj van a sineken, már kilométerekkel elő, vagy abban pillanatban meglássák, hogyha 10 km messzin is van, akkor is ö, lehet látni és meg lehet állni, úgyhogy nagyon megfigyelve lesz a, ez a pálya. A mindenféle állomások, amik 6-8 négyzetméterre is lehet építeni, vagy ha van hely, ilyen, mint például ez a park, akkor lehet csinálni egy nagyobb állomást is, kombinálva a városi és a Gyors uh, Unibuszra is lehet összekötni, akkor egy olyan forduló, mint például a moszkvai projektre, ami nagyon halad előre, úgyhogy lehet, hogy nem sokára ott is kapunk majd új híreket, mert ahogy én tudom, már uh, nagyon sok szerződést aláírtak, úgyhogy lehet, hogy már a projekt is indul. Az utasok nagyon egyszerűen be tudnak menni ezekbe a járművekbe, mert egy applikációval a mobiltelefonon, vagy egy sima kis órával, ami jelzi, mikor hol megyünk be, mikor jövünk ki, és blockchain technológiával működő leszedi a pénzt arra az útra, ahol utaztunk. Ezt mindenféleképpen fel lehet majd tölteni, ilyen buszállomásokon is, buszállomásokon, állomásokon, meg lehet kártyával is, Master Visa kártyával feltölteni, vagy ha használjuk már a Skyway Token, akkor avval is természetesen lehet majd fizetni. Úgyhogy nem kell várni, nem olyan, mint a repülőtéren, hogy két óra előbb ott kell lenni. Egyszerűen oda jövünk, és lehet, hogy minden 5 percbe indul, ha városi, az természetesen állandóan fog menni, mert azt is blockchain vezetik, hogy ha, mit tudom én, reggel mennek az emberek a munkahelyre, akkor bedobnak 500 darab járművet, délbe lehet, hogy csak 150 kell, délután 3-tól megint kell 500, és akkor így kombinálják majd. 17 világ kiállításon voltak, a Dubai volt a legutolsó, és most indul jövőre októberben. Én az idén március 31-én meglátogattam Dubait, elmentem megnézni ezeket a kezdő épületeket, akkor még általában alap volt, már három hét múlva később már lehetett látni, hogy elkezdték ezt építeni, és néhány hetek óta fényképeztek újonnan, és amit a, most látunk a szombat óta, itt van egy szombati kép, hogy a Skyway Unicar is elindult, remélem már mindannyian láttátok, van egy fantasztikus videó, amit meg lehet nézni, és ez a VIP Unicar, amit 10 órán keresztül plusz 60-ba uh, Minzbe teszteltek, és 20 fok volt belül olyan jó uh, klimatizációs rendszere van neki. A doktor Sheikh Sultan Bin Mohammed Al Kasimi, meglátogatta szombaton ezt a parkot, ezt tett kérdezték, hogy mit jelent? Skyway Powered by Solar, én nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy solar, vagyis napenergiával lesz majd ellátva az energia. Én azt gondolom, hogy az. Lehet, hogy ma egyszer megmondják is. Ha kimegyünk sárgyába, akkor meg fogjuk majd mi is ö, látni. A Junicki a szultánnal ö, együtt, ö, a sejkkel együtt ö, beültek, kipróbálták, hogy milyen finom poha ez, kényelmes, ö, nagyon meg volt elégedve, lehet látni a videóban, amit most nem mutatok itten, de remélem már mindenki nézte a Facebookon is, úgyhogy én szerintem nagyon meg van elégedve. A parktól, a repülőtérig, a Muvai road túl, és nem sokára az egész város sárgyak kiépítésen fognak készíteni pályákat. 50 ezer utas per óra, a, ez a sárgyai pedig ez a park, ez 60 ezer négyzetméterre, laboratórium, innovációs park, víztechnológia, digitalizáció, mobil, okosváros, környezetvédelem és megújuló energiai. Ilyen fejlesztő cégek lesznek itt a sárgyába, és az egész közlekedést a Skyway fogja. A repülőtértől egész Dubaira mind össze lesz kötve, és ilyennel fognak utazni. A RTA bemutatta a, a saját weboldalon is, hogy a, meg aláírták a memorandumokat. A UNICEF mondta a, Minskbe, a, a Marina Gorkába, hogy több mint 20 memorandumot aláírtak. Az egy ilyen előszerződés, mindig folynak a, a tárgyalások úgyhogy hogy mennek, mennek előre a célprojektekkel. A Abu Dhabi projektről, hogy ilyen, lehet, hogy már Sárgyában is lesznek ilyen projektek, ha egyszer megkapták a bizalmat a Unitsky felél, akkor biztos, hogy kötnek majd a Sárgyában is ilyen szerződéseket, de ez a legfontosabb, hogy a Abu Dhabiba most az idén elkezdik építeni ezt a 60 km gyors pályát, ez a leggyorsabb pálya, 1000 kilométer, ami össze fogja majd kötni később a Dubait is. Úgyhogy 12-15 perc alatt el lehet utazni Abu dhabi túl Dubajba, ami egy autóbusz olyan két óra, taxival másfél óra utazás, ha nincs valahol dugó. Dubajban nem szokott lenni dugó csak a repülőtéren, de Abu Dhabiba ottan szokott lenni. Olyan innovációs épületeket fognak majd készíteni, ami a világon még sehol nincs, amivel oda lehet repülni, akár saját repülővel, helikopterrel, lesznek ezek a gyors liftek, és összeköttik ezeket az épületeket a Skyway unikárokkal. Itt meg lehet látni ezeket a zöld fő vonalokat, ahol mennek majd a következő pályák. És a kicsi a piros vonalak, ahol vannak a többi kisebb pályák, összekötik a többi városokat is. Ezen kívül a Szaúd Arábia is, meg a Oman is érdeklődik erre a technológiára, lehet, hogy a Katar is, már ott is volt szó, vannak itt még afrikai országok is, mint Egyiptum, de vár a Ausztrália is. Ausztráliában nagyon szigorúk a törvények, ott is sokáig tart, évek óta már csinálják. Azt tudjuk, hogy a Peru országban a Nueva Lima, új lima várost akarnak építeni. Ezt csak a Skyway-al akarják megcsinálni. És sok több országba, ahol vannak projektek, amit, amit még el kell készíteni. Mi most a következő projektet mivel a Sárgya már mögöttünk van. Itt van ez a Dubai Mall. Ez a tengertől. Ilyen 4-5 kilométerre van, és itt a Jumeira, ez a központ, itt lesz majd ez a szakasz, ez a 15 km, 21 állomással, és 8400 utas fog menni. Na ezért megyünk legjobban jövőre. Itt a Dubai Mall-nál van ez a tó, ami van egy ilyen, a Burj Khalifa is itt van mellette, és ilyen show, laser show, mindig lehet látni ilyen víz, hogy mondják az a, nem víz, vízugrás, vízből jön ki a nagy nyomással, és nagyon szépen szóval mindenki szereti videózni, utána este szép, szökőkút, vízesés, nem vízesés, zenével, igen, köszönöm, nem jobban, hogy nyomással is felnyomják olyan 20-30 méterrel magasan, ezt tehát Las Vegasban láttam, mikor voltam, meg itten Dubajba. És elindul a zene, és a Burj Khalifa is változtassa a színet, és azt mindenki videózza, fényképezi, igen, minden fél órába. Akkor a István is biztos volt Dubajban. Vészobrászat, ez, ez már jobb szó, igen, igen. Úgyhogy egy nap itt leszünk, megnézzük a Burcs Kalifát, csinálunk egy pár kört, a nappal is, meg este is nagyon szép lesz, és ez lesz egy nagyon nagy élmény. Másik nap meg elmegyünk a Expora, ami fantasztikus. Ha nem tudom, mindenki tudja-e az Expot. <kül> Ez angolul van, de van magyar nyelven is. Ide teszem a linket. Érdemes megnézni, mert fantasztikus dolgokat mutatnak be. Ez egy olyan élmény lesz, ez egy olyan nagy kiállítás, ha valaki esetleg volt egy ilyen hasonlóan, de. A, a, Berlini Inotrans is óriási volt, de ez lehet, mondhatom, hogy 50-szer nagyobb és érdekesebb lesz, mert minden újdonságokat lehet látni. Olyan, amit el tudunk képzelni, meg ami soha nem is jutna eszünkbe, azt meg fogjuk látni itten. Azért ezt az expot legalább egy nap reggeltől délután, késő délután estig körül körül, fogjunk, körül fogjuk majd járni. Itt a Mohamed bin Rashid, aki a Dubai-nak a uralkodója, meg a fia. <kül> és le, ennek is késznek kell lenni, ez is ott lesz a Jumeirán. Ha lesz rá esély, akkor körülsétálunk. Ez csak gyalogos, és biciklivel lehet felmenni. Egy ilyen szuper híd ami nincs még a világon. Én nem tudom, mekkora lesz ez. Itt nem néz ki olyan nagyon nagynak, de lehet, hogy egy óriási lesz, és egy, egy sétát megérdemel majd ez is. Mondok még egy pár dolgot erről. Ez az Innováció Park. Sárgyába, a SkyWay GreenTech már megkezdte a helyszínen az építkezést, három SkyWay függő tesztpálya építését, amelyek képesek lesznek rakományt és utasokat szállítani a park elejétől Sárgyai repülőtér és park végéig az a Mevelich útra. <tosz> rövid sávú teszteket készítettek, és a projekt hamarosan megkezdi az egységes küldését a hosszabb sávokon, és most készítik azt a 25 kilométert. t a Anatoly Junitsky a Skyway elnöke köszönetet mondott a támogatásnak. Azt tudjátok, hogy a földetesztet megkapták, nem tudom mennyi, száz évre vagy mennyire a Marina Gorka ottan 99 évre kapták meg, és itten, én mikor ott voltam, az még majdnem minden homok volt, és a Skyway volt egyik az első, aki ottan építkezett, de ottan nagyon-nagyon gyorsan megy az építkezés, főleg olyan projektek, házak, épületek, akik már tudják, hogy hogyan kell építeni. És akkor késő... Jó, ezt hát így elmondtam nagyjából. Oké, okay. az, amit ma beszélgettem az Irina Volkovával, az van, hogy a Skyway Capital készít olyan új dolgokat, ami nagyon érdekes lesz a befektetőknek is, előnyt ad a mostani hálózatépítőknek, lesznek új lehetőségek, lehet majd befektetni nem sokára a okosházak projektekre is. A token azt ott még nem említették, meg a HOMOSZ is lesz, de azt az idén még nem, azt még tesztelik a gyors pálya, azt mondtam, és különböző célprojekteket, amit majd a Skyway tokenon keresztül lesz. Ez azért lesz érdekes, mert el lehet gyorsan adni, lehet kereskedni vele, úgyhogy ha valaki, mit tudom, hogy befektet 1000 dollárt, és 1500-at ér neki, el tudja adni, és nem kell várni sok-sok évet ha osztalékot fizetnek a célprojektből, akkor azt is majd Skyway tokenba fogják kifizetni. Úgyhogy körülbelül ennyit szerettem volna én ma mondani. Azt tudom, hogy mindig megmondom, hogy jó helyen vagyunk, nagyon jó projekt, mindenkinek tetszik. Most is az emberek még mindig fektetnek be a projektba, Nekem is jelentkeznek újak is, úgyhogy jó működik. Az, hogy mi lesz jövőre, meddig fogjuk még vinni a projektet, ezt tehát lehet, hogy majd egy következő két-három hétben több, többet fogunk tudni majd erről is ennyit akkor tőlem, már lassan fél nyolc lesz, nyolckor kezdjük a horvát konferenciát. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy meghallgattatok. Remélem, hogy hallottatok egy pár új infót is, és további szép estét, és sok sikert, és majd jelentkezzetek a utazásra is, aki tud, mert aki el szeretne jönni, akkor egy hét napot, nyolc napot együtt fogunk tölteni. Köszönöm szépen, és viszont hallásra!